Az Észak-Erdélyi Fejlesztési Ügynökség vezérigazgató helyetteseként folytatja Hegedűs Csilla, aki ezzel együtt lemond az RMDS szóvivői és kultúráért felelős ügyvezető alelnöki tisztségéről. A korábbi kormány államtitkára megköszönte az RMDS-nek az elmúlt 14 évet, az új pozíciót magánemberként tölti be. Facebook oldalán Hegedűs Csilla azt írta, az a célom, hogy Észak-Erdély az ország legfejlettebb, legélhetőbb régiója legyen, az otthonunk nekünk, gyermekeinknek, unokáinknak. Az Észak-Erdélyi régiót 6 megye, Szatmár, Máramaros, Bihar, Szilágy, Beszterce-Naszód és Kolozs alkotja. A régió az uniós regionális programból összesen 1,43 milliárd euróhoz jut. Ebből utakat javítanak, környezetbarát, intelligens városokat alakítanak ki, felszerelik az óvodákat, iskolákat, támogatják a vállalkozásokat, jobb városi infrastruktúrát építenek ki.